A borjódülő temetőnél elkezdődött a kerítés építése. Erről kérdeztük Koncz Tibor esperest. Anyagi függés van minden esetben, hiszen egy temető nem önfenntartó, pontosabban akkor lehet az, ha egekig emelik a díjakat, de ezt nem szerették volna, így addig az adományokra számíthatnak. Anyagi függvény van minden, függés van minden esetben, hiszen egy temető nem önfenntartó, ezt azért mindenkinek látni kell. Pontosabban úgy lehet önfenntartó, hogyha az egekig emeljük a különböző díjakat, azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy járható út lenne, de a város szerintem nem igazán igényli, hogy még emelgessük fölfele a sírhely árakat, meg a különböző árakat. Így viszont az marad, hogy a meghirdetett gyűjtést tudjuk csak figyelembe venni, ez alapján fogunk a jövőben is tudni fejleszteni. Addig, ameddig nem lesz olyan különleges pályázat, ami nem csak az 5000 fő alatti településekre érvényes, és erre azért van jó reménységünk, hogy a kormány gondolkodásában a kisvárosok is előtérbe kerülnek, hiszen ez a következő lépcsőfok, és ott nagy reménnyel mi ravatalozóra, utakra, illetve kerítésre tudunk majd pályázni. Azt meg is fogjuk tenni. Most viszont valóban az adományok voltak a kiindulási pont. Tavaly hirdettek erre gyűjtést. 1,6 millió forint jött össze. Azt kiegészítették 2,4 millióval, így a temető felét körbe kerítették. Meghirdettük tavaly a gyűjtést. 1 millió 600 valahány ezer forint jött össze, tehát a városból, a gyülekezetünk, illetve a városból ennyit tudott összegyűjteni. Ez egy nagyon szép összeg, 1 millió 600 ezer forint valóban egy komoly összeg. Ennek jelentős részét a gyülekezetünk adta össze, de ez nem kérdés ebben az esetben, hanem az, hogy erre volt szándék. Ebből az 1 millió 600 ezer forintból indultunk el, kiegészítettük egy 400 ezer forinttal, és így a borüdülő temetőnek a felét meg tudtuk csinálni. Két kaput tervezünk még, illetve ez a bizonyos rész, amit megcsináltunk, ez azért volt prioritás, mert hát a vadkárok enyhítését szerettük volna ezzel megoldani. Én nagyon bízom benne, hogy ez sikerült is, hiszen olyan minőségű meg kell nézni, olyan kiépítést találtunk ki, ami ellenáll mindenféle külső behatásnak. Tetejére pedig két sorban szöges drótot tetettünk, pont azért, hogy ne lehessen semmi módon megkerülni, és úgy nagyjából a földmunkával együtt olyan 4 millió körül volt ennek a kiépítése. Jövőre is tervezünk, amikor egy kicsit talán visszaerősödhetünk gyűjtést, és szeretnénk befejezni, mondom, a két kapuval együtt, és akkor legalább egy temetünk az első körben méltó módon lenne körbekerítve. Ez 5,7 hektár, tehát ez egy nagy terület, és közben persze azért egyéb dolgaink is vannak, úgyhogy volt, aki kérdezte, hogy mikor folytatjuk, természetesen mi folytatjuk, ha önök is folytatják a támogatást. Ha látjuk, hogy gyűlik annyi, akkor akár elindíthatjuk azt, hogy ha nem is a teljes temetőt, hanem mondjuk a temető utca felőli részt, tehát el tudunk benne indulni, vagy pedig folytatjuk a elalakot U-alakká formálva a bejárati zónáig. Minden valóban anyagi kérdés elsőrenden, és nem szeretnénk senkit se terhelni, mert hogyha egységesen emelünk, akkor a déli temetőből is kifizettetnénk, ezt meg nem szeretnénk. Ha ez megvalósul, a déli temető 11 hektáros része következhet majd. Remélhetőleg akkora már állami forrásra is lesz pályázati lehetőség. Valóban el szeretnénk jutni a déli temetőhöz is. Ott is szeretnénk, ott az már 11 hektár, tehát az egy lényegesen nagyobb, de nem adjuk föl a szándékunkat, hogy legyen körbekerítve minden. Most aktív módon szolgáló temető, ez négy temetőt jelent, de a két frekventált, a borüdülői, illetve a déli, az a prioritás számunkra.